Curse of Noxramas, a Hearthstone adventure. Hello, fiúk, lányok! Mint látható, a Noxramas bugyraiba játszok éppen, és hogy kicsit izgalmas legyen a dolog a heroic módba, nem kicsit megszenvedtem el ezzel a Maxna nevezetű pókkal, ami a, hát az első kettő az nem annyira nehéz heroic módban, de ez a harmadik, ez kiváltképp az volt legalábbis számomra. És úgy gondoltam, hogy mivel nekem ennyire nehéz, így lehet, hogy másoknak is nagyon nehéz legyőzni ezt az ellenfelet, de nem biztos, csak úgy feltételeztem. És hogy könnyítsem azoknak az embereknek a életét, akik nézik a csatornáimat és esetleg gondolkodnak rajta, hogy kipróbálják ezt a játékot, így felvettem Maxna legyőzésének mikéntjét. Hát, mint látható, én ezzel a bagollyal most próbálkozom szépen leszilencelni a ellenfél minionjait. Azt amúgy tudni kell, hogy ennek a Maxnának az a különleges képesség az, hogy két lapot, amit lerakunk, azt egyből vissza is ad a kezünkbe. Tehát valami olyasmi lapokkal kell játszanunk kellene, ami egyből csinál valamit, amikor lerakjuk, vagy silence-el, vagy charge, vagy netántán életet tölt. Most első körbe azzal próbálkozok, hogy fullba legyen Maxnának a, mondjuk úgy, a hasztere, lehetőleg egyes atrakú minionokkal, mert hogyha sikerül elérni, akkor bizony minimalizáltam azt a támadást, amit be fog ellenem vinni. Hát most azért a tervem az nem volt annyira sikeres, de azért fogjuk rá. Azt hiszem még egy miniont le tud tenni, hogyha nagyon akar, úgyhogy muszáj vagyok mindenféleképpen még egy csapást bevinni, és imádkozni azért, hogy legyen még charge-lap a kezembe. Hát most ezt az a bakjomat vissza fog szépen szállni, hozzám is még rám fog sebezni, legalább azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9-et. Úgyhogy hát eléggé nehéz életben maradni ilyen körülmények között, de nem lehetetlen. Na most ebbe a körbe, most le fogjuk silence-elni azt a 3x3-as jószágot, úgy van. Éjjjni. És adunk magunknak egy kis plusz életet. És be is fejeztük a kört. Most egyelőre még megölni nem tud minket, összesen most már körönként 8-ot tud ránk sebezni. Tehát legalább ennyi életerőt kell visszatöltenünk. És a maradék 5 manával, mert hát, mint látható, ott van ez a Hellbot, a 5 manás kártyám, ő pont 8-at tud visszatölteni. Rögtön akkor, amikor lerakjuk. Úgyhogy már csak imádkoznom kell, hogy fog még jönni egy olyan charge, amit 5 manából meg tudok vásárolni. És így szép lassan le fogjuk tudni faragni az életerejét. Hát reménykedjünk a legjobbakba. Azért annyira nem nehéz, mint ahogy gondoltuk volna, de azért kellett egy kis idő, amíg az ember rájön itt a dolgok mikéntjére. Hát nem, amúgy nem olyan egyszerű a dolog, de azért próbálkozunk rendületlen. Ó, na. Hát nagyjából majdnem teljesen sikeres volt a kis hadműveletem idáig, mert hát hogyha mondjuk az a 2x2-es azt is meg tudtam volna csinálni, hogy csak egy legyen a támadás, akkor 7-et tudna rám sebezni körönként csak, de azért még így is el vagyok ezzel a 8-al. Már csak egy charge-ra kéne várnunk. Hát a charge az nem jött, viszont jött még egy feltöltő. És a 8 manából hát most akkor 11 HP-t tudtam visszatölteni. Úgyhogy lassacskán még akár fejlődni is tudok, hogyha szeretnék. Körönként 3 HP-val. De támadni még egyelőre mindig nem tudok, és majd azért lassacskán nem áll figyelgetni, hogy hány lapot használtunk fel, mert lassan meg fog telni a kezünk, és hogyha nincs egy olyan charge lap a kezünkbe, amivel netántán sikereket tudnánk elérni, akkor bizony bajba leszünk, és megjött a charge. Úgyhogy innentől kezdve már csak annyi dolgunk van, hogy lerakjuk a Hellbotot, és a charge-ra szépen ráverünk Maxnára. Jaj, hát most visszaadja a kezünkbe ugyanazt a két lapot, amivel idáig harcoltunk, és ez így fog ismétlődni újra, és újra, és újra, egészen addig, amíg Maxnának el nem fog fogyni a HP-ja. Hát lényegében ennyi az ő legyőzésének a mikéntje. Még azért lehet itt hibázni is, amit én el is fogok követni, mert itt örülök, hogy megjött a második charge lapom, ami elég nagy hiba volt részemről. Ne tegyetek le 3 lapot a küzdőtérre, hanem mindig 2 lappal játszatok,
Annál is inkább, mert hogyha most oda tekintetek, akkor látni fogjátok, hogy hát bizony szerencsétlen kutyám az most meghalt. Pont a három atakos charge-om, úgyhogy maradt a kettő atakos charge-om. És még van 16 kártya, úgyhogy kb. Ez 16 kártya elfogyásáig kellene nekem megsemmisítenem a 37 HP-val rendelkező. Hát megszállt. Megint kaptam egy charge-ot a kezembe, de most egyelőre maradunk a kettő darab atakos charge-omnál, ennél a műloknál. Hát csinálhattam volna jobban, és ezt most bevallom őszintén elszúrtam, de jó is van ez így, mert legalább ti is látni fogjátok, hogy mindig csak kettő lapot tegyetek le. Ugyanazt a két lapot vissza fogjátok kapni a kezetekbe, de ha áttől több lapot raktok le, akkor netenten előfordulhat azt is, hogy mondjuk a két charge-ot adja vissza a kezedbe, lett marad volna a helbot. És akkor azt szépen ő leüti, és onnantól kezdve nem tudod magad vissza tápolni. Magyarán, hát így a életben maradási esélyeid hát elég erősen csökkennek. Úgyhogy ezt a hibát még egyszer nem fogom elkövetni, de prezentálni. Hibát kép jó volt. Ja, és kb. Most járunk a harcnak a felénél. Hát most kb. Azt hiszem, hogy 4 vagy 3 HP-ra le fogsz engem szépen püffölni, úgyhogy most vissza kell ezt tornáznom az életerőmet. Ugye most 2-3 körön keresztül csak HP-t fogok tölteni. Úgy. És most megint 3-mal pluszba vagyunk. Hát azonban még más is rakhatnék le, de mondom, nem érdemes. Mindig 2 lapot kell, hogy használjunk. Mert hogyha lerakjuk a 3. lapunkat is, akkor bajba vagyunk. A minionokat leütni, az ellenfél minionjait, az pedig kiváltképp nem érdemes. Mert rögtön az elején azért küzdöttem, hogy az összes minionnal tele legyen a csatatér, mármint neki. Ezeknek nagy része legalábbis, hát nem nagy része, próbáltam elérni, hogy mindegyiknek egyes legyen az atakja. Ez többé-kevésbé, mint látjátok, sikerült is. De! Ha netán-tán most valaki kedvet kapna hozzá, hogy leüssön egy ellenséges miniont, azzal azt a hibát követni el, hogy a következő lap, amit lerak a gép, az biztosan, hogy nem egy olyan lap lenne, aminek örülne. Szerintem egy ilyen Belserker, azt hiszem általában olyanokkal szokott operálni. Azt tudjátok, az a taunt, amit hogyha leütöl, még akkor is, hát mivel dízütöl, akkor lesz még egy ilyen gyengébb taunt a helyén. És az a már meg is fogott téged, hiába próbálnád magad vissza tápolni, nincs amivel le tudnád ütni. Úgyhogy rögtön meg kell hagyni így ezeket, nem tud semmilyen lapot sem lerakni, úgyhogy mint láthatod, neki is szépen égnek el a kártya lapjai. Azzal a kártyákkal kell játszunk, hát pedig mondjuk ez a lap, ez lehet jó lett volna, de mindegy, akkor leütöttem volna az egészet, és akkor megint csak harcolhatnék. Úgyhogy mindig csak ezt a kettő lapot, egy charge, meg egy hell után töltő valamilyen lap, hát mondjuk a hellbotnál jobb nem nagyon van, úgyhogy én inkább azt mondom, hogy ez. Meg egy valamilyen charge, ami 5 manából kifutja. És viszonylag nagy az atakja. Na. Hát, azt mondja. Még olyan sokat nem tudtam ráverni, de azért már valamicskét javult a helyzet. Jó. Mondjuk még mindig lehet látni, hogy én is követek el újfent hibákat. Többé-kevésbé. Mert csak a hellbotot rakom le, meg a 2 manás műlokkot, ami charge. Viszont marad 3 manám, és van egy másik élet után töltős 3 manás kártyám, íme. Most őt használom. Hát most megvariáltam, most egy kicsit hagyom, hogy gyengítsen a mert jobban akarom sebezni ennél a kettőnél körönként. De ennek most az a következmény, hogy majd vissza kell, hogy váltsak hellbotra. De a dolgok jelenlegi állása szerint azért mondjuk úgy, hogy jó tendenciában vagyok. Na, és most vissza megint életet töltünk, megint. Charge! Most 2 kör alatt akkor 10-et tudtunk rajta csökkenteni. Igaz, hogy most azt hiszem 3-ra le fogja vinni a HP-mat. Úgyhogy innentől kezdve megint vissza kell töltsem majd az életerőmet, de hát 14 HP-ja maradt, és hogyha minden igaz, 7 darab kártyája van még neki, vagy 6. Hogy mindjárt kiderül. Úgy van, 7 kártyája van, 7x2, azt mondja 14, úgyhogy ha csak a
Hellbotot és ezt a műlokkot használom, már akkor is megnyertük a játékot, úgyhogy csak lényegében ennyit fogok én végig pörgetni. És látható, hogy milyen lapok voltak a kezében, ez a belsejekkel, amit az előbb is mondtam, az biztos, hogy lerakta volna, hogyha leütjük a valamelyik minionját, és akkor egyből ez ment volna a helyére. Úgyhogy nem érdemes ezeket bántani, szépen hagyni kell, hogy büföljön minket, és akkor ez így szép lassan, de felemésztjük a erőit. Hát egy kicsit türelemjáték, de hát na, hát a Hearthstone-nál ehhez már hozzászokhatjuk, hogy nem mindig a drasztikus megoldások a legjobbak. Ennél meg kivált kép nem. Hát remélem segítettem nektek, fiúk, lányok, ezzel a rövidke kis videóval, hogy hogyan lehet legyőzni Maxnát, ha eddig nem sikerült volna. De nem hiszem, hogy azért olyan sokan dobzoltok itt körülöttem, akik mondjuk úgy ilyen komolyabb gondokkal küzdenének, de azért biztos, amit biztos lapon megcsináltam. Mi baj lehet? Jaj. Rövidesen amúgy újabb Hearthstone videóval fogok nektek kedveskedni ranked módba, hogyha az Isten is megsegít, de hát mondjuk úgy, hogy azért kiváltképp nehéz dolgom van mostanában. Rengeteg 20-as szinten rengeteg olyan játékosra találkoztam, akinek gyakorlatilag az összes legendari lapja megvan, és hát ilyenek eszembe azért nehéz érvényesülni. Nem lehetetlen, de azért mondjuk úgy, hogy okoztak már meglepetéseket. És már csak 6 HP-ja van, még nekünk ugyancsak 11. Ne tévesszem meg titeket az, hogy mi folyamatosan itt büfölnek. Több atakot nem tud bevinni 8-nál, úgyhogy folyamatosan csak ezt a 8-at kell visszatápolnom. Jaj. Na, még 2 kör, és jó is vagyunk. És azt hiszem még vagy 2 kártyája van? Igen, 2 kártya. Na. Kicsit csinálhatnák gyorsabban is. My hand is too full. Na. Oké, ezután már csak egy kör, és teljesen készen is vagyunk. Jaj. Azt tudtátok, hogy nyomkodod a gombot, akkor válaszol is nektek, bizony. Így el lehet beszélgetni a pókkal. Nos, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy megtekintettétek ezt a rövidke kis videót, amivel szolgáltam nektek. Remélem tetszett az adás, és hát eredményesen fogjátok tudni alkalmazni a gyakorlatban az itt látottakat. Köszönöm még egyszer mindenkinek. Találkozunk egy újabb epizódba. Sziasztok! This is not over, puny mortal.